Jövő évtől a vendéglátóegységekben kapott nyugtának tartalmaznia kell a vendég által önkéntesen adott borra való értékét is. A Miklós Zoltán parlamenti képviselő módosító javaslatait is tartalmazó jogszabályt döntéshozó fórumként szavazta meg a parlament képviselőháza. Január 1-től a vendéglátóegységekben kapott nyugtának tartalmaznia kell a vendég által önkéntesen adott borra való értékét. A jogszabály tisztázza a borra való törvényes fogalmát, mely szerint csak az a pénzösszeg nevezhető borra valónak, amelyet a vendég a kiszámlázott összegen kívül önszántából ad a kiszolgálásért. Miklós Zoltán RMDSZ-es parlamenti képviselő híradónknak elmondta, több párti célkitűzés volt a borra való rendszerének törvényes szabályozása, azonban a gyakorlati kivitelezést a szövetség módosító javaslata értelmében fogadták el. Úgy ítéltük meg, hogy ez egy leszabályozatlan szürke zóna, és hogy szükség van ennek a leszabályozására, úgy, ahogy ez különben több európai országban is megtörtént. Ezentúl tehát kötelező mód a kiállított nyugtára egy külön helyre be kell majd írni a borravaló összegét. Hozzátette, a borravalót kétféleképpen lehet majd feltüntetni a nyugtán a vendég kérésére. Kiválaszthatja, hogy a végösszeg 0 és 15% között milyen összeget szám borravalóra, vagy abszolút értékben is feltüntetheti az összeget. Az alkalmazottak borravalóból származó jövedelme fizetésen kívüli jövedelemnek számít, ezért jövedelemadó köteles lesz, azonban kevesebb adóterhet vetnek ki rá, csak a 10%-os személyi jövedelemadó befizetésére kötelesek. A kapott borravaló értékét kötelező lesz szétosztani az alkalmazottak között, ennek módszertanát a vendéglátó egység működtetőjének rögzítenie kell a belső szabályzatban. Ugyanakkor továbbra is tilos bármilyen szolgáltatást borravalóhoz kötni, fizetése ezentúl is opcionális lesz.